Köszöntöm a nézőket, Gombos László vagyok. Önök a Szakmaiság és Demokrácia Fejlesztés Pártjának a városfejlesztésről szóló ülésen 9. adását láthatják. Ma Budapest kerületeinek fejlesztéséről lesz szó, aztán egyéb városok fejlesztése fog szóba kerülni, és hogyha még lesz időnk, akkor lesz szó utána a városfejlesztés költségeiről, passzív társasházakról, munkahelyek szempontjából hogyan néz ki a városfejlesztés. Úgyhogy kezdjük is el, Budapest kerületeinek fejlesztése. Budapest legszegényebb kerületeit fejleszteni kell minden évben, legalább 2 kerületet a legfejletlenebbek közül, 10-10 milliárd forinttal minimum, hogy felvirágozhasson a turizmus, és élhetőbb legyen a környék. Ez a 2 sokban egy és ugyanaz. Mert ugye nyilván, ha az emberek számára élhetőbb a környék, akkor a turisták is rendszerint azt sokkal jobban kedvelik. Nézzük is meg Budapest anyagi helyzetét kerületekre bontva, hogy az embereknek hol milyenek a jövedelmei. Ez 2011. évi egyfőre eső jövedelem a fővárosi kerületekben. Tehát, ugye a legsötétebben jelölt területeken keresnek az emberek messze a legtöbbet, és a legvilágosabb színekkel jelölt területeken keresnek az emberek a legkevesebbet, ott a legrosszabbak az átlag életkörülmények. Ugye, ha végignézzük ezeket a kategóriákat, amiket itt ezen az oldalon láthatunk, akkor ugye a legjobban a 12. kerületben és a 2. kerületben élnek az emberek. Tehát ugye ez a 2 budai kerület itt. Itt egy évre az emberek jövedelme nagyjából olyan 3.700.000 forint és 3.600.000 forint között mozog. Aztán van az első kerület és az 5. kerület, tehát itt a pesti belvárosi rész és az azzal szomszédos budai rész. Ott 3.200.000 és 3 millió forint között mozog az átlag jövedelem. Ezek Budapest legtehetősebb kerületei, ezeket nem igazán kell fejleszteni, ha igen, akkor nekik arra van pénzük, hogy önmaguknak ezt megoldják, tehát ez nem kell központi állami támogatás, hogy ezek a kerületek tovább fejlődhessenek, nekik erre van pénzük. Aztán nézzük ugye a rosszabb helyzetű kerületeket. Ugye itt vannak további haloványabb színnel jelölt kerületek, ugye a 9. a 11. kerület, a 14. kerület, a 13., a 3., a 16. kerület, a 9. kerület, a 12. és a 6. kerületnek a jövedelmi viszonyai 2.960.000 forinttól egészen 2,5 millió forintos éves jövedelem szintig mennek lefelé, tehát mondhatjuk azt, hogy még a 6. kerületben is azért viszonylag jó az élet, és nem tekinthetjük fejletlen kerületnek budapesti viszonylatban, ezek még mindig a fejlett kerületek közé tartoznak, tehát ugye helyileg úgy találjuk meg ezt a térképen, hogy egyrészt egész Buda fejletnek számít, másrészt pedig Pestnek ez az északi része az, ami kifejezetten fejlett, meg itt a 9. kerület az, ami még fejletnek számít. Délen ugye itt már sokkal több a probléma, északon pedig ugye alapvetően főleg a 15. kerület az, ami kilóg a sorból, ami viszont jóval szegényesebb. Nézzük is ezt az alsó kategóriákat. Tehát ugye ebbe a még tűrhető kategóriába tartozik a 6. kerület, a 18., a 7., a 17., a 19. kerület, tehát ugye ezek a halovány kékkel jelölt kerületek még azért
szódával elmegy típusú kerületek, de ott már azért nyilván sokaknak, tehát ez a statisztika már azért takar számos szegény embert is, de ugye ott az átlag jövedelem 2.360.000 forint és 2.240.000 forint között mozog, tehát nincsenek nagy különbségek ezek között a haloványkékkel jelölt kerületek között, és hát egyébként még messze nem ők a legszegényebbek, még ott van egy jelentős jövedelmi csúsztás, ugye a legalsóbb szint Budapesten a legszegényebb kerületek, annak a legtetején van egyébként a 8. kerület, átlagosan 2.180.000 forintos éves jövedelemmel, alatta a 10. kerület, a 23., a 20., a 15. és a 21. kerület. A 21. kerületben a legrosszabb a helyzet, ott 2.050.000 forint az éves átlagjövedelem. Tehát ugye egyértelmű, hogy azok a kerületek, amik fejlesztésre szorulnak, az az alsó 6. Tehát ugye itt fent egy, ott 2, és délen pedig 3 kerület, ami egyértelműen fejlesztésre szorul. Jó, tehát 6 darab kerület van, ahol nagyon rossz a pénzügyi helyzet, kettesével pedig 3 év alatt tudjuk őket fejleszteni 10-10 milliárddal. Tehát ilyen 4 éves politikai ciklus alatt jön a 4. év, miután 3 éven keresztül fejlesztettük őket. A 4. évben megvizsgáljuk azt, hogy mely kerületek maradtak a legszegényebbek, melyik a 2 legszegényebb, és azok még kapnak 10-10 milliárd forintnyi fejlesztési pénzt, vagy a költségvetéstől függően, helyzetétől függően esetleg többet is, de ezt azért, ezt mindenképpen, és ezen keresztül felszámoljuk ezt a helyzetet. Már csak azért is, mert Budapesten nagyon jelentősek az életmódbe, az életszínvonalbeli különbségek. Például Pestnek, a Budapestnek a budai részén az emberek átlag életkora a francia társadalom átlag életkorának felel meg, amíg például Pest szegényebb kerületei esetében az átlag életkor az lényegesen alatta van a franciának, nagyjából a közel-kelet, ugye a 2011-es alaptavasz előtt, tehát a forradalmak előtti átlag életkor, tehát eléggé nagyok a különbségek pénzügyileg is, ugye a legfelsőbb kategóriában 1.700.000 forint a különbség a legalsó kategóriához képest. Tehát azért az már értelemszerűen számottevő, tehát az átlag jövedelmet tekintve körülbelül egy olyan 40%-kal többet keresnek, 40-45%-kal átlagban. És hát annak ellenére, hogy csak egy pár kilométer választja el őket egyébként, egy pár ház tömb, és mégis ez 1.700.000 forint pluszt vagy mínuszt jelent a különböző kerületekben élőknél. Ezért van az, hogy még lesz egy ilyen második körös fejlesztés is, hogy aki még ezek után is, ahol a legrosszabb a helyzetet, még egyszer. És aztán a következő 4 éves ciklusban esetleg majd meglátjuk, hogy hogyan tovább, de az biztos, hogy 1-4 évre nagyjából így lehet ezzel tervezni. Utána az egyéb városok fejlesztése jön, tehát egy következő témakör. Magyarország legszegényebb térségeinek központi városait érdemes fejleszteni. 5 nagyváros tekinthető a legszegényebb térségek fontos központjainak: Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs és Nyíregyháza. Ugye van egy szegénység térkép Magyarországról, ezzel kapcsolatban ez a
vörössel, vagy barnás vörössel jelölt területek Magyarország legszegényebb területei, tehát a legjelentősebb központjai a szegény térségeknek, az egyik Pécs, a másik Szeged, a másik három pedig nagyjából egy kupacban van, Észak-Kelet Magyarországon, Debrecen, Miskolc és Nyíregyháza. Ugye? Tehát ők a szegény térségek központjai, ezek a városok. Nekik mindenképpen támogatást kell kapniuk, és van további 9 kisebb központja ezeknek a térségeknek, mint például Szolnok, ami 72.800 fős. Szolnok itt található, és hát ez ennek a szegényebb térségnek a központja. Aztán Kaposvár, 63.700 fővel, ugye ez itt található, szintén egy szegény térség központja. Békés Csaba, 60.300 fővel. Békés Csaba szintén itt található, körülvéve szegény térségekkel. Eger, ami szintén egy szegény térségeknek a központja. Ezek a központi területek rendszerint nem szegények, de a környékük nagyon. Utána Salgótarján, az viszont már önmagában sem egy jól menő város, de Salgótarján itt van. Aztán Ózd, ugye szintén egy nehézipari város volt régebben, ma már egy nagyon rossz állapotban lévő település, aztán pedig Szekszárd, ami több szegény térséggel is szomszédos. És utána pedig Siófok jön, 25.400 lakójával. Siófok szintén nem egy szegény terület, viszont tőle délre található jó néhány szegény terület, és a városfejlesztésen keresztül kénytelenek vagyunk a környék legjelentősebb városát fejleszteni, még akkor is, hogyha maga a város nem szegény, mert a városoknak van vonzás körzete. Tehát az emberek nem csak a városból járnak be oda dolgozni, hanem a városon kívülről is bejárnak. És ha fejlődnek ezek a települések, akkor szélesedik a kör, ahonnan behozzák a munkaerőt, és a meglévő körből pedig lényegesen több embert tudnak felszippantani, hogyha itt van elegendő munkahely. És Berettyó újfalu, ami szintén a kelet-magyarországi szegénység központjában van, ez viszont mindössze 15.000 fős. Igen, és hát ezek a kisebb térségi központjai a magyarországi szegény területeknek, ez a 9 kisebb. Bár Siófok ugye nincs a nyomor központjában, de a környék nyomorának központja egyébként Tamási nevű település, de Tamási még a városi szintet se éri el, ott mindössze 8200-an élnek, addig Siófok állandó lakossága 25.400 fő, és jobbak a fejlesztési lehetőségek Siófok esetében. Tehát ilyen Tamási kb. Itt van, de például az nem elég jelentős város ahhoz, hogy azt érdemes legyen városként fejleszteni, tehát városfejlesztési pénzt kapni, az inkább vidékfejlesztési pénzt kap. Szóval, mivel a legfejletlenebb térségekben rendszerint nincsenek nagyvárosok, így azok többsége nem a színezett területekre esnek, de attól még ezek a legszegényebb térségeknek a központjai, tehát alapvetően szinte mindegyik központ a nem színezett térségekre jut, tehát mindegyik térség központja viszonylag jól menő. Mivel Pécs már jelentős fejlesztéseken ment keresztül, így elég nekik 2 év alatt 10-10 milliárd forintos fejlesztést kapni, viszont a másik 4 nagyváros, mint Debrecen, Szeged, Miskolc és Nyíregyháza, nekik kénytelenek vagyunk 4 év alatt minden évben 10-10 milliárd forintot kiadni városfejlesztésre, tehát városonként 4 év alatt 40 milliárdot, igen, és évente is 40 milliárdot, 4 év alatt pedig összesen a 4 városnak 160 milliárd forint
fejlesztési pénzt, hogy ebből felvirágozhasson a turizmus, főleg, és ezen keresztül felszívja a környék munkanélkülieit. Továbbá ki lehessen terjeszteni a turisztikai programokat ezeknek a városoknak a környékére, de ahhoz ezeknek turisztikai központtá kell válnia. Majd a turizmussal kapcsolatban később lesz szó, de Debrecen turisztikai lehetőségeiről, amennyit eddig kihasznált, azt lehet elmondani, hogy eddig Debrecen egyáltalán nem használta ki a turisztikai lehetőségeit. A turisták rendszerint még egy éjszakát sem töltenek Debrecenben, nincs is, ami lekösse őket. Nincsenek szabadtéri programok, max. Évente egyszer a virágkarnevál, és ezt leszámítva itt tulajdonképpen be is fejeződtek a szabadtéri programok. Miközben Magyarország második legnépesebb városáról beszélünk, ráadásul egy szegény térség központjáról, tehát ennek húzóerőnek kellene lenni a térség szempontjából, de alig-alig tud az lenni. Na mindegy, szóval nagyon nagy lehetőségek vannak a turizmusban. A turizmus a 2008-as világgazdasági válság ellenére is folyamatosan bővült, tehát mondhatjuk azt, hogy ez minden körülmények között eddig bővült. Úgyhogy érdemes ebbe sok pénzt befektetni, mert ez aztán kamatostól visszajön. A 9 kisebb térségi központ egyszer kap 10-10 milliárd forintot városfejlesztésre és turisztikai fejlesztésre. Aztán majd meglátjuk, hogy esetleg erre rá kell duplázni, de első körben ennyit kapnak, és minél több munkahely ezeken a településeken, ugye annál szélesebb sugarú körben számolja fel a nyomort, mert nem csak a településeken, hanem ugye annak a környékén is, környékéről is járnak be dolgozni. Igen, évente 3-at fejlesztünk a 9 kisebb városból, tehát 3 év alatt fejlesztjük, osztjuk ki ezt a 90 milliárdot a 9 kis térségi központ között. A negyedik évben az a 3 település kap még 10 milliárd forintot pluszba, amelyik térségben a vidékfejlesztés és a városfejlesztés együttes 3 éve után is a legnagyobb maradt a szegénység. A műsor végén belinkelem a vidékfejlesztésről szóló sorozatot, és hogy azzal együtt, amelyik térségben még mindig elég nagy gond lesz, vagy ahol a legtöbb szegény maradt, ott odaadunk még újabb 10 milliárdot városfejlesztésre, hogy a térség központja fejlődhessen minél gyorsabban. A vidékfejlesztéses műsorban volt például egyébként ugyanez a térkép, tehát ugyanezt használtam mással kapcsolatban is, ez ott majd ismerőssé fog válni, hogyha azt megnézik. A vidékfejlesztésről a videó alatti leírás részben is majd megtalálják a linket, meg a videó végén a utolsó 20 másodperces reklámozási lehetőséget ad a YouTube, és akkor oda bepakolom, mint elérhető linket. Aztán Debrecenben egyébként 203 ezer fő él, Szegeden 163 ezer, Miskolcon 158 ezer, Pécsen 145 ezer fő él, Nyíregyházán 118 ezer fő. Ha ezt hozzáadjuk a 9 kisebb település összesített lakosság számát, akkor összesen 1.181.000 fő, ennyi embernek segítünk közvetlenül a városfejlesztéssel, közvetetten pedig a városok 20-40 kilométeres körzetének, ahonnan bejárnak a környékről dolgozni, és ahova kiszervezhető a turizmus egy része, tehát a vidéki turizmus keretében. Tehát a legnépesebb városokat érdemes turisztikai központokká alakítani, és az őket körülvevő térséget is részesíteni a turisztika előnyeiből, hogy ott helyben is létrehozzanak munkahelyet, ne kelljen mindenkinek a városba menni dolgozni. Szociális csoportban lesz majd szó róla, hogy bicikliket is kiosztunk, vagy esetleg kioszthatunk a szegények között, mint egyfajta juttatást, hogy jobban ki tudják használni az újonnan megnyíló lehetőségeket a városokban, hogy de kaphatnak ugye a vidéki szegények is ezekből, a kerékpárokból viszont ugye a kerékpáros közlekedés ezek után, a fejlesztések után jelentősen nőni fog a városokban, úgyhogy
ezeket a szegényeknek ki kell tudnia majd használni, és ezt segítünk nekik. A pozitív társasházak építésével, igen, tehát újabb témánk jön, pozitív társasházakkal kapcsolatban, mert ahogy a pozitív háznak az a lényege, hogy, hogy a nap energiájából nem enged ki a ház, tehát úgy van kiépítve, hogy nincs hővesztesége a háznak. És ennek az a következménye, hogy ezt egyszer a nap felfűti, és utána a ház ezt folyamatosan keringeti télen is. Tehát nem kell bekapcsolni a konvektort, nem kell fűtésztámlát fizetni, a passzív háznak ez az előnye, hogy például a fűtésztámla nulla. Tehát ott csak a víz és villanyszámlát kell kifizetni. De hogyha például van egy napelem a háztetőn, és van egy házi víztisztító berendezés rákötve a csatornára, akkor onnantól kezdve az esővíz csatornára, akkor onnantól kezdve sem víz, sem villanyszámlát nem kell fizetni. Szóval de a passzív társasházak alapvetően a fűtésszámlát szüntetik meg. Ezért nagyon lényegesek, mert ezt olcsó a fenntartásuk. Szóval a passzív társasházakat érdemes építeni, és ezzel új városrészek jöhetnek létre, és ott az eddig meghatározott terveket, és továbbá ilyen John Gale élhető városok könyvében meghatározott várostervezési elveket tudjuk érvényesíteni, nem csak egy-egy házzal, hanem egész városrészekkel kapcsolatban. És hát ez lesz Magyarország lakhatási fejlesztésének az alapja, a passzív társasház. Szóval a pártunk szociális szakmai csoportjában és a környezetvédelmi szakmai csoportjában is lesz róla szó, hogy a passzív társasházakat építünk, hogy ezen keresztül növeljük Magyarországon a lakóházak színvonalát, és segítsük a szegényeket, mert alapvetően a legszegényebbek, ezt a szegények segítésére építjük. Azért szállunk be ebbe állami szintről is, mert ezt nem üzleti, hanem szociális alapon tesszük. Például egyébként az eddig rosszul kereső állami alkalmazottakat is tudjuk ezzel jutalmazni, mint például az ápolókat, mentősöket, az oktatás tehetségesebb, de csóró pedagógusait, szociális igazgatás, szintén szegény tagjait, és úgy általában a magyarországi szegényeket. Mert egyébként számos állami alkalmazott él nyomorban. Passzív ház már lehet társasház is, tehát nem csak kertes ház. A lényeg, hogy ezekkel a passzív ház építési programokkal új városrészek jönnek létre, ahol már a megépítésnél tudjuk alkalmazni a városfejlesztésben eddig meghatározott elveket és turisztika generáló módszereket, amiről majd a turisztikai üléssel lesz szó. Ezt Magyarország minden jelentős városában végig tudjuk csinálni, hogy a passzív házakból új városrészeket hozunk létre, új tereket, tervezünk új utcákat, és ezekben már mind érvényesítjük az eddig elhangzott elveket, amik az eddigi ezt megelőző 8 műsorban végignéztük. Ezzel elősegítjük a városok lakosság számának növekedését, mert a vidéki Magyarország a jelenlegi 4 millió ott élő lakóját nem tudja eltartani. Az olyan fejlett országokban, mint Dánia, 20% a vidéki lakosság aránya, itthon 40%. Bár Magyarországon jobb a vidék eltartó képessége, mint Dániában, de legalább 1 millió embert kell a városokba költöztetni, amihez körülbelül 300 ezer lakást kell építeni. Ha 3 emeletes társasházi keretekben gondolkodunk, ahol egy emeleten 2 lakás van, akkor 50 ezer kis társasházat kell építeni. Ezt 4 évre lebontva, évente 12.500 kis társasház, ha 8 évre húzzuk szét ezeknek az építését, akkor évente 6.250 kis társasház minden évben. A költségvetési csoport és a környezetvédelmi csoport ülése után meglátjuk, hogy mennyire lesz pénz. A szociális csoport ülésén pedig megbeszéljük, hogy pontosan milyen feltételekkel járjon a passzív házi lakás. A passzív házak építésével kapcsolatban az a jó hír, hogy most már működik ez úgy,
mint annak idején a panelházak, csak annál sokkal, de sokkal magasabb színvonalon, a létező legmagasabb minőségben, ami jelenleg a Földön megtalálható, bárhol a világon. Úgy néz ki a legmodernebb verziója a passzív házak építésének, hogy egyfajta ilyen legóházként, vagy mondhatjuk panelházként, csak hát annak elég rossz híre van, úgyhogy maradjunk a legóház kifejezésben, tehát egyfajta legóként összepakolják ezeket a házakat, nagyon gyorsan, napok alatt fel tudják építeni egyébként, és emiatt viszonylag olcsó is, hiszen a munkaerőt nem kell évekig fizetni, hanem ez pár nap alatt megvan, és hát így az ő bérükre nem megy el a pénz. Tehát nagyjából úgy néz ki egy ilyen legó társasház összeszerelése, hogy leteszik az alapokat, lebetonoznak oszlopokat. Ez egyébként egy viszonylag könnyű szerkezetes ház. Aztán rápakolják ezeket a különböző, az oszlopokra rászerelik az alapot. Ugye ez már itt egy masszívabb alap, és erre ráteszik ezeket a fekete, hosszúkás hát legó darabokat, amikből összeáll a ház. Ugye ez a passzív háznak a lényegi része, ez tartja bent a hőt a házban. Aztán ráteszik ugye a padlót, ugye itt lehet látni, hogy épp pakolják rá a padlót, utána pedig már ugyanazt az anyagot használják itt az alján, mint amit a háznak az oldalán. Azt is nagyon gyorsan össze tudják szerelni. Közé fúrnak egy-egy, vagy közé tesznek egy-egy ilyen fa anyagot. Itt oldalt már ki vannak alakítva az ablakok. A passzív ház esetében az ablaküveg drága, mert az nem veszíthet el hőt. Viszont nincs túl sok egyéb drága dolog ezen a házon. Aztán rászerelnek egy külső borítást a házra. Felteszik a nagyobb ablaküvegeket. És hát tulajdonképpen ennyi. El is készült a ház. Aztán ennek a háznak a megépítéséhez talán 2 vagy 3 nap kellett. Tehát alapvetően 2 nap alatt összeáll, piszkosul, egyszerű felépíteni, közmunkásokat is betaníthatunk ezeknek a tömeges beszerelésére. Ugye az a kérdés, hogy mennyibe kerül, ezzel kapcsolatban még nincsenek széleskörű tapasztalatok, mert ilyenből még eddig azért viszonylag kevés épült. De használhatunk ilyen olcsó és innovatív módszereket, nem kell megvárnunk, amíg már mindenki használta, csak mi nem. És akkor nézhetjük a munkahelyek szempontjából a városfejlesztést, és ez lesz már az utolsó témánk. Tehát a városfejlesztés a munkahelyek szempontjából. Az élettel teli kellemes városi légkör a szolgáltatói szektorban számos munkahelyet teremt. Mert ha működőképes, emberi léptékű a városi élet, akkor az éttermek, kávézók, bárok kibővülnek, újak nyílnak, és ugye a meglévők fent is maradnak. Ez nem csak a helyiek körében arat majd tetszést, hanem a turisták körében is, hogy élhetőbb a városi környezet. Ha szép a város, akkor a turisták, minél több a program, hogyha ez a 2 dolog összeáll, hogy szép a város, sok a program, a turisták sokkal több ideig maradnak, és ha jó a szolgáltatás színvonala, akkor lényegesen többet is költenek, mint ma. Tehát a munkahelyek szempontjából úgy néz ki a városfejlesztés, a szolgáltatói szektorban számos munkahelyet teremt, éttermek, kávézók, bárok nyílnak, kibővülnek, a turisták több ideig maradnak, többet költenek, tehát értelemszerűen többen és jobban élnek meg ebből a dolgokból, hogyha jó a városi környezet. Így jutottunk el a városfejlesztéstől a turizmus témaköréig. Hogy hogyan menedzseljük a turizmust, hogyan hozzuk ki belőle a maximumot, ez lesz majd a következő sorozatunk. És addig
egyéb témaként megnézhetjük azt, hogy például majd a későbbiekben végig kell néznünk azt, hogy milyen terek vannak Budapesten, amiket át kell alakítani, és azt legalább vázlataiban hogyan történjen meg. Például a keleti előtt van egy 185 méter széles, keleti bejáratától a szemben lévő házig kb. 228 méter hosszú tér. De a tér mellett, a tér a keleti mellett is folytatódik a kínai kajáldáig, még 120 méter, tehát összesen például a keleti előtti tér 348 méter hosszú, hát nagyjából egy olyan 5 darab tisztességes városi tér jön neki belőle, hogy a megfelelő város fejlesztéssel. A közlekedés átalakítása után ugye egyes sáv lezárása a kerékpárosoknak nyilvánvalóbbá válik a dolog, mert az autósok kevésbé sorvasztják el a városi életet, kevesebb a bűz, kevesebb a szennyezés, kevesebb a zaj az autósoknak. Kialakított túl nagy tér felosztásával a hideg környéken felfogjuk a szelet, így a max 100-100-as területek alakulnak ki. Hát majd ezeket így érdemes lesz végignézni, bár lehet, hogy ezt majd tervező irodával nézetjük végig hatalomra kerülés után, mert úgyis ők lesznek azok, akik ennek a részleteit kidolgozzák, akik munkájuk folyamán végig azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet élhetővé tenni a városi tereket. Egyébként nagyrészt Dániában vannak ilyen tervezőirodák, közülük felkérünk majd egyet. Ilyen költségek a város fejlesztéssel kapcsolatban, például egy közterületi pad asztallal 115 ezer forint, kinti kártyaasztal 4 székkel 120 ezer forint, mármint egy közterületi szék 55 ezer forint, lurkópad 68 ezer, van egy pihenőpad 70 ezer, főkert dézsa, amiben a közterületi növényeket tárolják, az ilyen 300-360 ezer forint közötti költségű. A közterületi kút az nagyjából 160 ezer forint. Egyébként megfelelő burkolattal leburkolni egy teret, az anyagárat tekintve nagyjából 100 millió forint. Ha közmunkásokkal dolgoztatjuk, akkor az ő munkabérük rakódik rá ennek a költségére. De nagyjából 100 millió forintból, hát igazából attól függ, hogy mennyi közterületi bútor teszünk ki, de hát egy élhető teret nagyjából olyan 200 millió forintból egyébként meg lehet csinálni, és hát nem olcsó, de ez befektetés elsősorban a városi élet javításába és a turizmus növelésébe, mert a turisták szeretik a szép városi tereket, bár konkrétan azért nem fizetnek, de ha vannak programok mellette, vagy magán a téren, vagy annak a környékén, akkor azért viszont fizetnek a turisták, tehát összességében ezzel jól jár a város, de csak akkor, hogyha ehhez programokat kapcsolnak, hogyha professzionális a szervezés, tehát csak azért, mert rendbe hoztak egy teret önmagában még, az nem éri meg, csak akkor, hogyha ez turizmus is kapcsolódik. Rendben, és akkor a következő műsorban a városfejlesztésről szóló törvény előkészítéséről beszélünk a következő műsorsorozatban, ami majd ha elkészül, akkor a linkjét megtalálják a műsor végén, ott pedig a turisztikai fejlesztésekről lesz szó, hogy milyen lehetőségek vannak ott is. Budapesttel kezdjük a dolgot, és akkor utána a különböző települések majd magukra vonatkoztatják azt, amit reálisnak látnak önmagukra nézve, meg lesznek, amik általánosan kötelezők, de erről majd a turisztikai résznél lesz bővebben szó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!